hogy a Szentírás egy olyan mű, amit újból és újból olvasni kell. Ahányszor újra olvasod, annál többet értesz meg belőle. A dolog ugyanis úgy működik, hogy mikor elkezded olvasni, akkor nem sok mindent értesz. De amit megértesz, az a szívedig hatol, és azt abból elkezdesz tudni élni. És aztán, ahogy egyre több mindent ismersz meg, úgy áll össze a kép egyikről a másikra. Soha nem tudhatod, lehet, hogy az Ószövetség egy bizonyos részét olvasod, és abból érted meg az Új Szövetség egy teljesen másik részét, és így tovább. És ahogy körbe olvasgatod a Bibliádat, azt fogod felfedezni, hogy ahogy a mozaiknak a darabjai, ahogy egy puzzle-nak a darabjai a helyére kerülnek, úgy látsz egyre több mindent, úgy értesz egyre több mindent, és minél többet értesz, annál inkább elkezded látni azt, hogy micsoda mélységei vannak a Szentírásnak. Hogy semmit sem ismerünk még úgy, mint ahogy ismernünk kellene. Azért is tartottam fontosnak ezt a sorozatot elindítani, mert látok két dolgot. Az egyik, amiről a Feri az istentiszteleten is beszélt, hogy ahogy Jézus mondta, hogy ez így lesz, hogy a hitetés iszonyatosan nagy. Tehát látni, hogy olyan kommunikációs káoszba burkolja a világot az ördög, hogy ebben legyen a talpán, aki abba ki tud igazodni, sőt azt is látni most, hogy már ez egy hatalomtechnikai eszköz lett, hogy mindenről mindent mondunk, meg az ellenkezőjét is, és aztán az egyszerű dolgozó úgy érzi magát, mint a Greenwich Pillar, mert se tudja, hogy hol vannak a szilárd és a stabil pontok. Számunkra a hívők számára a Szentírás jelenti a stabil pontot, ezért is idéztem a II. Timóteus levélből, és vettem a mottóját ennek az előadás sorozatnak, ugyanis a II. Timóteus levélt Pál apostol a római fogságból írja Timóteusnak röviddel a kivégzése előtt, tehát úgyis tekinthetünk rá, mint egy testamentumra, és azért írja, az elején ezt megtudjuk, mert ahogy imádkozott, állandóan előtte volt Timóteusnak az arca, hogy sír. És azt mondja, eszedbe jutnak a te könnyeid. És hát minden oka megvolt Timóteusnak a sírdogálásra, Páltól is megtudjuk, hogy elhagyták őt azok a gyülekezetek, amiket ők alapítottak, és hitető emberekre, meg különböző szélhámosokra inkább hallgattak, mint az igazságnak a beszédére. Szóval nagyon rossz volt a helyzet, és ezért Pál elhatározta, hogy ír az ő szeretett gyermekének Timóteusnak, és megírja neki, hogy ez még csak a gyenge kezdet, minden sokkal rosszabb lesz. Mit kell csinálni ebben a helyzetben? Három nagyon fontos dolgot köt a lelkére Timóteusnak Pál apostol, hát többet is, de most én ezt a hármat szeretném kiemelni, amik talán a leghangsúlyosabbak. Az egyik az, hogy keres megbízható embereket, akiknek az üzenetet át lehet adni. Tehát nagyon fontos, hogy az üzenet a maga tiszta formájában fent tudjon maradni, mert az üzenet, ha hallanak az emberek arról, hogy kit kell segítségül hívniuk, ha segítségül hívják őt, megmenekülnek. Ha szívből, ha színből, de ha valaki hallja, hogy a názareti Jézust kell segítségül hívnia, és akkor az élő Isten cselekszik az életébe, akárhol is hallja, lehet, hogy elutasította, lehet, hogy nem foglalkozott vele, de eljöhet az életébe az a pillanat, amikor ez az ismeret, ez a tudás megmentheti az életét, a fizikait is, de mindenek előtt ugye az örök kárhozattól megmentheti az életét. A másik dolog, amit a lelkére csomóz, mint egy testamentumként Timóteusnak Pál, hogy állj elő, hirdesd az igazságot, ne törődj vele, hogy alkalmas vagy alkalmatlan az idő, hogy az emberek szeretik vagy nem szeretik, megdicsérnek érte, hogy elutasítanak, hülyének tartanak vagy bölcsnek, de ne foglalkozz vele, az igazságot hirdetni kell. Tehát megvetjük a lábunkat, akármilyen szél fúj, akárhogy is remeg a föld, akár mekkorák is a hullámok körülöttük, és képviselni kell az igazságot. Amíg szólják az igazságot, addig a hazugság sosem tud teljes mértékben kibontakozni. Erre is az az igaz, amit Mózesen keresztül mondott az Úr, egy megfutamít ezret, kettő megfutamít tízezret, egy igaz szó, egy az igazság szellemétől inspirált fontos mondat, ezer és tízezer hazug mondatot és állítást tud lerombolni és megsemmisíteni. Tehát nagyon fontos, hogy szóljon az igazság, mert addig a hazugság nem tud teljességre jutni. És a harmadik dolog pedig, és ez a mi mottónk, hogy a gonosz emberek és az ámítók növekedni fognak a tévejgésben, maguk is tévejegnek, és másokat is maguk után vonnak a tévejgésbe. De te maradj meg abban, amiket tanultál, egyrészt tudván, hogy kitől tanultad, hogy egy megbízható embertől tanultad, akinek az egész élete bizonyság amellett, hogy ő nem hátsó szándékkal, nem rútnyereség okáért, nem valami testi cél ok miatt, hanem tényleg őszintén és igazán az igazság kedvéért képviselte azt, amit képviselt. A másik pedig, hogy gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Jézus Krisztusba való hit által. Mindegyik része ennek a mondatnak nagyon fontos.
bölcsé tehetnek téged. De hogy tesznek téged ezek az írások bölcsé? Akkor, ha az írásokhoz úgy közelítesz, hogy bizonnyal a názáreti Jézus, a Krisztus, az élő Istennek a fia. Az írások bezáródnak előtted, ha nem hittel közelítesz hozzájuk. És megnyitják előtted a tárházaikat akkor, ha hittel közelítesz hozzájuk. Az alapvető hit, amivel pedig az írásokhoz közelítünk, az az, hogy a názáreti Jézus az volt, akinek mondta magát, az Istennek a fia, ő a megígért messiás, ő az Istennek a báránya, aki azért halt meg, hogy egy olyan áldozatot hozzon a világért, nem csak értünk, hanem az egész világért is, amely elégséges arra, hogy minden ember vétkét, bűnét eltörölje, és adjon neki egy új lehetőséget, egy új kezdetet. Aki hisz ebben, hisz Jézus halálában és feltámadásában, ami az evangéliumnak a magva, azelőtt meg fog nyílni a Szentírás. Talán ti magatok is a megtérésetek előtt is olvasgattátok a Bibliát, és hozzám hasonlóan tapasztaltátok, hogy hát ez egy ilyen rejtélyes könyv, tehát ez teljességgel érthetetlen. Én, amikor ugye a szüleim elcipeltek különböző ilyen kiállításokra és tárlatokra, akkor úgy voltam vele, hogy hát nem értem, mi van a festményen, és akkor elolvasom a Bibliában, hogy mégis ezek miről szólnak. Úgyhogy felütöttem a Bibliát, Máté evangélium, Jézus Krisztusról, az Isten fiáról szóló nemzetség táblázat, és akkor oda le van írva, hogy és Ábrahám nemzette Izsákot, és Izsák nemzette Jákobot, és Jákob nemzette. És akkor ott fel van sorolva, és akkor az ember a hatodik versnél, én legalábbis úgy voltam vele, hogy jó van, hát akinek hét anyja van, az se tudja ezt elolvasni, megérteni. Fogalmam sincs, hogy miről van szó. Még itt ott belelapoztam, abból se értettem semmit, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor lássuk be, hogy ez egy érthetetlen könyv. De a megtérésem után az első tapasztalatom az volt, hazamentem, kinyitottam a Szentírást, és mintha egyenesen hozzám beszélt volna. Nem állítom, hogy mindig mindent értettem, de valahogy olyan szinten érintett meg a könyv, ahogy soha előtte ezt még nem tapasztaltam semmilyen embertől, semmilyen könyvtől. És nem azért, mert a könyv változott meg, én változtam meg. Isten szelleme belém költözött, és megelevenítette számomra az igét. És ez egy nagyszerű élmény, és ehhez az élményhez kell visszatérnünk. Tehát a Szentírások bölcsé tehetnek bennünket, miközben az ámítás zajlik, miközben a porhintés zajlik, egy biztos menedékünk van, visszamehetünk az írásokhoz. És a másik ok, amiért nagyon fontosnak tartottam, hogy erről egy kicsit beszéljünk, mert azt látom, hogy éppen a technikának köszönhetően az emberek egy picit leszoktak arról, hogy a Bibliájukkal foglalkozzanak. Megnézzük inkább a YouTube-on, meghallgatjuk inkább a nem tudom én hol, betesszük a CD-be, és így tovább nyomkodjuk a telefonunkon, és ez a telefonos világnak megvan a maga haszna, de megvan a maga hátránya, mint általában mindennek. És a hátránya az, hogy felületessé tesz bennünket, szétszórtá tesz bennünket, az írások pedig, amikor leülsz az írások mellé, akkor Isten házába vagy. Tehát ahogy az első Zsoldár mondja, hogy Isten házába leülsz, és gyönyörködsz az Isten törvényébe. Ezt nem tudod felületesen csinálni. El szoktam mondani, hogy én például, amikor a gyerekeimmel beszélek, és látom, hogy közben 100 dolgot csinálnak, ez engem sérteni szokott. És meg szoktam őket kérni, hogy nézzenek a szemembe, fejezzék be azt, amit most éppen csinálnak. Az osztatlan figyelmüket szeretném néhány fontos mondat erejéig. Nem mondok sok mindent, de amit mondok, az fontos, és az aztán az egész hétre vagy hónapra eligazítja őket meg a dolgokat, de ezt a pár mondatot, ezt teljes figyelemmel legyenek kedvesek követni. És ha ez így van velünk emberekkel, így van ez a szellemek atyával is. Hogyha te éhes vagy, szomjas vagy, leülsz oda, kizárod a világnak a zaját, kizárod a dolgokat az életedből, és akarsz Istentől szót hallani, meg akarod őt érteni, a leggyakrabban Isten akkor fog hozzád szólni, amikor kinyitod a Bibliádat, és elkezded olvasni az igét. És az igén keresztül fog Isten hozzád szólni. Van néha, hogy az embernek olyan a gondolata, mint a higany, hogy szana szétszalad, és akárhogy koncentrál, nem megy. Van ilyen is. Akkor becsukja az ember a Bibliáját. És van olyan, hogy a legváratlanabb helyzetben érzed, hogy Isten megnyitja a szellemedet, és egyszerűen olyan befogadó képes vagy hirtelen, úgy érzed, hogy mint egy nagy kürtő mindent el tudná nyelni, és csak úgy mint a szivacs innád magadba a kijelentést. Na, ilyenkor van az, amikor azt kell mondani, hogy jó gyerekek, ez most egy kegyelmi pillanat, nyitva van az ég, leülök és iszom. Leülök és élek ezekkel a lehetőségekkel. Ez nem mindig úgy van, ahogy mi szeretnénk, nem mindig igazodik a mi időbeosztásunkhoz, de elvégre arról van szó, hogy mi volnánk a tanítványok, ugye? És nem a mestert kérjük arra, hogy kövessen bennünket, hanem a mester az, aki pontosan tudja, hogy mikor mire van szükségünk. És ezért ezekre az időzítésekre jó odafigyelni, mert az Úr, ha szólni akar hozzánk, és megnyitja a szellemünket, annak mindig oka van.
Gondolj bele te is a gyermekeddel úgy bánsz, hogy mielőtt, amikor te mivel bölcs vagy, és okosabb vagy, mint ő, és tapasztaltabb vagy, mint ő, ezért látod, hogy érkezik valami, jön egy nehézség, és elkezded a gyereket felkészíteni arra, hogy abban a nehézségben mire van szüksége. És Isten is ilyen, hogy mi élünk bele a vak világban, nem is vesszük észre. Ott vagyunk a Gecsmánékertben, és csak azt érezzük, hogy álmosak vagyunk, nem fogjuk fel, hogy egy világtörténelmi fordulópont kellős közepében vagyunk, egy történelmi esemény zajlik éppen körülöttünk. Mi úgy vagyunk vele, hogy hol van egy kis, jó kis olajfa, egy kis pázsit, ahol lehetne szundikálni. Jézus pedig azt kéri, hogy virasszunk vele. És ez így működik, hogy Isten szólni akar hozzánk, és mondom még egyszer, a leggyakoribb módja, hogy Isten szólni fog hozzád, az az írások. A másik nagy előnye az írások ismeretének az, hogy az írásokban vannak elvek. Le vannak fektetve olyan dolgok, amiket ha értesz, amiket ha ismersz, akkor oda egyrészt ezek megtartanak téged, helyes jó döntésekre vezetnek, másrészt vissza tudsz oda menni. Tehát mikor baj van a házasságodban, mit csinálsz? A házasságról szóló isteni kinyilatkoztatáshoz vissza tudsz menni, le tudsz oda ülni, baj van, az anyagi problémáid vannak, le tudsz ülni a Bibliád mellé. Felütöd a hegyi beszédet, a Jézus hosszasan elmagyarázza neked, hogy ne aggódjál, ne aggódjál, ne aggódjál. És azt is elmondja, hogy miért. És ezekből tudsz erőt meríteni, hogy legyőzd a félelmet, legyőzd az aggodalmaskodást, mert az igaz ember miből él? Hitből, nem aggódásból, nem félelemből, hanem hitből. És ezért, amikor aggódásból, félelemből döntesz, rosszul döntesz. Amikor pedig hitből döntesz, akkor pedig jól döntesz. A legalapvetőbb kijelentés a hittel kapcsolatban pedig az, hogy a hit pedig hallásból származik. Egész pontosan azt mondja ott a Róma 10.17, hogy abban tudunk hinni, amiről hallottunk. Amit pedig hallunk, az Krisztus rémája, az Isten beszéde. Tehát tulajdonképpen te úgy vagy hívő, hogy valaki beszél hozzád, de abból a nagy szóáradatból te meghallasz talán egy szót, talán egy mondatot, talán kettőt, talán tizet. És az a 10 mondat az, amit Krisztus te hozzád akkor szól. És az behatol a lelkiismeretig, bemegy a csontvelődig, mint a kétélű kard, átjár téged, és attól te többet szabadulni nem tudsz. Mert Krisztus, ha szól, akkor a szólva vagyon. Az nem olyan, hát nem is tudom, hogy szólt hozzám, vagy nem szólt hozzám, az olyan isteni hatalommal, olyan isteni erővel van. Lehet, hogy zsong az agyad, lehet, hogy az érzelmeid össze-vissza röpködnek, mint egy megriasztott madár raj, de belül tudod, hogy mi a helyes. Belül tudod, hogy mi az igazság. És elkezd munkálkodni benned az Isten beszéde, elkezd munkálkodni benned az ige, és tulajdonképpen aki vagy, amit Krisztusban tudsz, amire képes vagy, az csak annyi, amennyit a Krisztus szólt hozzád. Ő kell, hogy szóljon hozzád. Ő szól, amikor imádkozol, szól a Szentlélek által, szól a prédikációkban, nagyon sokszor fog hozzád szólni, mikor leülsz, kinyitod a Bibliádat, és elkezded olvasni őket. Tehát szükségünk van az alapelvekre, szükségünk van megtanulni azt, hogy mit hol találunk, mi miért van. Én ma alapvetéseket szeretnék nektek bemutatni, az, hogy mi hogyan értjük a dolgokat, miből indulunk ki. A puzzle-nak a szélét szeretném így felrajzolni. Tudjátok, hogyha egy olyan 5000 darabosat el kell kezdeni összerakni, akkor az ember a közepét nehezen találja meg. Tehát az egyszerűbb részétől a nagy keretet szeretnénk először látni, hogy aztán utána a többi is majd a helyére kerüljön. Úgyhogy nézzük az alapvetéseket. 3 lényeges szereplője van a Bibliának, úgy, mint az Isten, úgy, mint az ember, és úgy, mint az embernek és Istennek az ellensége, a sátán. A sátán azt jelenti, hogy vádló. A modern héberben azt jelenti, hogy ügyész. Az, aki a vádat képviseli. És tudjuk, hogy ügyészekre szükség van. Miért? Mert ők üldözik a bűnt. Ők azok, akik megfogalmazzák azt, hogy ez az ember ezt és ezt rosszul tette. Rosszul csinálta. És utána a bíróság az, aki ennek az embernek az ügyében aztán végül dönt. Nézzük először, hogy ki az Isten. Most megint mondom, nem akarok minden részletbe elmerülni, de az első és legfontosabb szereplője a Szentírásnak az Isten, és amiről a Biblia szól, az Istennek és az embernek a kapcsolata. Isten mindenek alkotója és mindennek a teremtője. Az Isten az, aki mindent létrehozott, láthatót és láthatatlant. 2 szintere van az Isten által teremtett valóságnak, a láthatatlan, amit szellemi virágnak is hívunk, ahol nincs idő, ott minden örök.
és van egy látható síkja, ami az anyagi világ, ami viszont az idő alá, időben és térben működik, időnek és térnek van alávetve. Amikor a Biblia azt mondja, hogy ég és föld, akkor azt érti, hogy látható és láthatatlan, örökkévaló és ideigvaló. Nem simán egyszerűen a földet, mint glóbuszt érti ez alatt, hanem a látható az anyagi dolgokat. És az ég alatt pedig ilyenkor a szellemi dolgokat érti. Tehát amikor a Biblia elkezdődik, ugye mi is az első sora, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Akkor mit jelent ez, hogy mind a láthatókat, mind a láthatatlanokat, szellemieket, anyagiakat Isten alkotta és Isten teremtette. A következő nagyon fontos dolog, amit Istenről tudni kell, hogy nem tudjuk pontosan milyen okból, vagy hát inkább sejtjük, így mondom, hogy milyen okból, hogy a szeretete miatt Istennek a lényege, a lénye a szeretet. És a szeretetnek az a tulajdonsága, hogy adni akar. Tehát Isten, köszöni szépen, hogy jó volt magában, de ő adni akart. A szeretet nem tud megmaradni önmagának, hanem adni szeretne. És ezért Isten mindenfélét létrehozott, akiket szerethet, akiknek adhat. Sőt, azt is elhatározta, hogy mindenét megosztja, amilyen csak van. És egy örököst jelöl ki a maga számára, és ennek az örökösnek átadja minden hatalmát, minden erejét, minden tudását, minden dicsőt, mindent. És itt jövünk mi a képbe, hogy Isten elhatározta az örökkévalóságban, hogy az ő örököse ember lesz. És amikor az embert megteremti Isten a saját képére és hasonlatosságára, ez nem csak azt jelenti, hogy Isten képére és hasonlatosságára lett az ember megteremtve, hanem ugye az ember is az utódját hogyan nemzi a saját képére és hasonlatosságára. Miért? Mert az lesz a mi örökösünk, a fiú, aki örökölni fog. És ugyanígy azzal, hogy Isten kijelentette, hogy az embert a saját képére és a hasonlatosságára teremti, ezzel mit mondott az, hogy az ember lesz az ő örököse. Na, a problémák ugye ezen a ponton kezdődnek, mert volt az örökségre más jelentkező is. Ugye Sátán és az alá tartozó angyalok is szerették volna ezt az örökséget. Ugye az ő története egy kicsit arra hajaz, amit az Eszter könyvében olvasunk, hogy ott is a Hámán felfúvalkodott, és mikor a király megkérdezte, hogy akit a király meg akar tisztelni, azt vajon hogyan s miképpen. És hát Hámán mire gondolt? Hogy hát kit akarhatna az Isten nálánál inkább megtisztelni, nyilván őről van szó, és elmondta a szíve kívánságát. És tulajdonképpen azt mondta ki, hogy hagyd legyen az az ember olyan, mint az Isten. Üljön a király lován, járjon a király ruhájába, hirdessék ki előtte, stb. Tehát, hogy legyen a király képe és hasonlatossága olyan, mint a király. És amikor ezt a király meghallotta, azt mondta, hogy hát jó, legyen így, cselekedjél így a zsidó Márdokeussal. Sátánnak ugyanez volt a problémája. Ő azt gondolta, hogy ki volna méltó, hogy ott az atya jobbján az a trónt, ami az örökösnek van fenntartva, hogy abba belejön, úgy gondolta, hogy ő volna erre méltó. És amikor Isten az embernek akarta, egy embernek akarta, szánta ezt az örökséget, akkor a Sátán az embernek az ellenségévé vált. Emiatt tört ki a szellemi konfliktus. A mennyben megbomlott a harmónia, megbomlott az egység, és Jézus Krisztusban szerkeszti Isten újból egybe a láthatót és a láthatatlant, a mennyet és a földet, és a názareti Jézus Krisztus személye az, akiben ez az egység majd újra létre fog jönni. De az ember teremtése pillanatától fogva egy szellemi konfliktusnak a része, és ebben a konfliktusban az ember, bocsánat, elnézést kérek magunktól, de mellék szereplő. A konfliktus főszereplője Isten és a Sátán, de mégsem mellékszereplő az ember abban az értelemben, hogy ennek a konfliktusnak a vége az, hogy Isten akarata meg lesz, és az ember örökölni fog. Miénk lesz az örökség? Oké. Az emberiség története, és ez van a Szentírásban lejegyezve, arról szól, hogy Isten hogyan valósítja meg az akaratát, miközben az ellenség, az ember ellensége be akarja bizonyítani azt, hogy az ember méltatlan. Gondoljatok a gonosz szülőművesek példázatára, ugye itt jön az örökös, ha megöljük az örököst, miénk lesz az örökség. És Sátán is tulajdonképpen ugye nem kapott hatalmat arra, hogy az embert megölje így szemtől szembe, hanem pontosan ugye azt csinálja, ami a Bálám tanácsa volt. Azt csinálja, hogy az embert Isten ellen fordítja,
ugye mi volt Bálám lényege, ő tudta, hogy szemtől szemben nem tudja az Izraelt megátkozni, ezért azt mondta, hogy hívjátok el a ti bálvány kultuszaitokba, és amikor ők elmerülnek a bűnbe, Isten maga fogja őket elpusztítani. És a sátának ez a terve az emberrel be is jött, az ember életébe bejött a hazugság, bejött a bűn, bejött a bizalmatlanság, és ennek eredményeképpen majdnem Isten pusztította el az emberiséget, hogy erről szól az özönvíz. Majdnem sikerült a sátán terve, de volt egy picike reménysugár, egy családnyi, akik hittek Istennek az igéjében, elkészítették a bárkát, be is mentek, és túlélték ezt a fajta ítéletet. És ezzel Isten pontosan ezt akarja kijelenteni, hogy a sátánnak mi a célja, hogy bebizonyítsa, hogy az ember alkalmatlan, méltatlan, nem kaphatja meg az örökséget. Isten pedig hisz az emberben, hisz az emberiségben, hiszi azt, hogy az emberek szeretettel és bizalommal fognak hozzá fordulni, és örülni fognak, elfogadják a felkínált örökséget, és elfogadják a meghívást. Ez a hitnek a harca, a szellemi konfliktus, kinek adjuk a szívünket, kiben tudunk bízni. Isten hatalma végtelenül nagy. De az ő hatalma a szereteten alapul. Isten nem elnyomással, nem karddal, nem ezzel a hierarchikus elnyomó szervezettel akar uralkodni, hanem a szeretetével akar uralkodni. De mindaddig, amíg a bűn a világban van, addig kénytelen Isten a karhatalmat is használni, tehát létezik ilyenfajta elnyomó hatalom. És most csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nagyon szép dolog a humanizmus, és sok kapcsolat van a humanizmus meg a Biblia között, mert Isten is szereti az embert, ahogy ugye a humanizmus is ember szeretetet jelent. Csak hogy a humanizmus abból indul ki, hogy az ember eredendően jó. A Biblia viszont azt tanítja, hogy az embert Isten jónak teremtette ugyan, de az ember életébe belépett egy kovász, a bűn kovásza, és ez a kovász, hogyha az egész tésztát megkereszti és teljességre jut, akkor gonosszá teszi az embert, és a gonoszság ellen fel kell lépni. A humanisták addig jók, amíg elnyomott emberekből ki kell hozni a jót. De abban a pillanatban, amikor egy gonosz emberrel találkoznak, egy Hitlerrel, egy Stalinnal, egy Napóleonnal, egy akárkicsodával, akkor vége a tudományuknak. Isten azonban úgy építette fel az ő rendszerét, hogy ő a szeretet erejével akar uralkodni. Ugye egy normális családban is van rend, de ez a rend min alapszik? Vannak tekintélyek, de a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös szereteten. Elvileg a gyülekezetben is van egy rend, és ugye a gyülekezet vezetői nem járnak körbe körmöst osztani, meg nádpálcával, de előfordul néha, amikor a gyülekezet rendjét valami annyira feldúlja, hogy közbe kell lépniük, és hatalmi szóval bizonyos dolgokat le kell állítaniuk, hogy ezt olvassuk a Bibliában. Ha nem lenne bűn, akkor erre nem lenne szükség, igaz? Amíg viszont van bűn, addig mindig a gonoszság jelen lesz, és a gonoszsággal viszont, szemben viszont erővel kell fellépni. Tehát Istennek mi az örök célja? Az örök célja az, hogy eltöröljön minden hatalmat, minden erőt, mindenfajta elnyomást, és egyedül az ő szeretete uralkodjon. Az 1 Korintus 15:23-27-ben ezt olvassuk. Ugye a helyreállításnak a nagyvonalú menetrendje van itt. Mindenki a maga rendje szerint fog feltámadni. Első zsengeként támad fel a Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Mikor? Az ő eljövetelekor. Kik következnek a feltámadásban? Akik a Krisztuséi. Van itt valaki, aki Krisztuséi? Rendben. Tehát rólatok van szó. Aztán jön a vég. Tehát még ez a feltámadás még nem az emberiség történetének a vége, hanem ez valahol még az előtt történik meg. Aztán jön a végkifejlet, ugye a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelmességet, minden hatalmat és erő. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő, ugye Krisztus lába alá vettetett, nyilván saját magán kívül. Tehát mi történik? Krisztusnak nagy hatalmat adott az Isten, ugye bejelentette ő maga, hogy enyém minden hatalom menjen földön, föld alatt. Ugye ízlelgessük ezt. Enyém minden hatalom menjen földön, föld alatt.
Tehát a mennyben nem sátáni a hatalom, a földön nem a pogánybirodalmaké, nem a miniszterelnököké, meg diktátoroké a hatalom, hanem Jézus Krisztusé. És az alsó világban is, a démonok világában, a tisztátalan szellemek világában is a döntő szót ki mondja ki? A végső hatalmi szó kié? Jézus Krisztusé. És akiben megvan ez a meggyőződés, az megy, és hirdeti az embereknek, hogy emberek, ennek az Jézusnak kell engedelmeskedni, mert ővé minden hatalom a mennyen és a földön. Ezért folytatja így, annak okáért menjetek, és tegyétek az embereket minden népből a tanítványokká, azáltal, hogy megkeresztelitek őket vízbe, azáltal, hogy megtanítjátok őket mindarra, amit nektek parancsoltam, és én veletek leszek. De míg tart a kegyelemnek az ideje, ez a mostani üdvtörténeti korszak, ezt Isten nem hatalommal akarja, nem karhatalommal akarja kikényszeríteni, hanem a kegyelmét kínálja fel. Tehát bennünket, embereket most Isten az ő szeretetének a hatalma alá hív. És pontosan azokat hívja, a bűnösöket hívja, az ellene lázadókat hívja az Isten, és akinek van füle a hallásra, aki meghallja az evangéliumot, aki megérti, hogy Isten az ő barátja, az ördög meg az ellensége, Isten az, akinek jót akar, és az ördög minden hazugsága ellenére el akarja pusztítani, az meg tud térni. Az ördög hatalmából át tud menni az Isten fiának az országába, és megmenekül. Oké. Nézzük tehát Istent. Ugye minden, először is Isten ugye az önmagában létező, a leggyakrabban alkalmazott név az Istenre, ugye ez a négybetűs Isten név, a JHWH, ez abból a héber kifejezésből származik, hogy volt, van és lesz. Ennek egy ilyen sajátos összevonása ez a JHWH, ezt nem lehet kimondani. Tehát se Jahvének, se Jehovának nem lehet kiejteni, hanem ez olyan, mint a BKV, meg az IKV, hogy ez egy összevonás, egy mozaik szó, nincs önmagában se kiejtése, se jelentése. Hanem ezzel az összevonással, ez az összevolt szóval jelzik azt, hogy Isten volt, van és lesz. És ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy Isten az önmagában létező, minden létezésnek a forrása. Őt nem hozta létre senki, ellenben mindent ő hozott létre. A másik fontos dolog, amit ez a név kijelent, az, hogy Isten nem változik. Ő örök. És ezért ugye fordítjuk örökkévalónak, és mivel hogy ezt a nevet nem lehetett, a zsidóknak nem volt szabad ki sem mondaniuk, ezért ehelyett használták az Adonai kifejezést, aminek a tükörfordítása az, hogy az Úr. És ezért így került át a keresztény fordításokba az, hogy az Úr. És mi is így ismerjük, hogy az Úr. De mikor azt látod a Bibliádban, hogy az Úr ilyen nagybetűvel, akkor ott az eredeti szövegben ez a négybetűs Isten név szerepel, a JHWH. Tehát ő az örökkévaló Isten, az önmagában létező, és ő a szeretetétől indítatva osztotta meg a létezését, a létezés örömét a teremtményeivel. Minden őtőle indult ki, mindenek ő az atya, mindenek ő a forrása. A héberben az atya szó az áv, két betű, AB, és ez az ABC-nek az első két betűje. És ezzel jelzi a Biblia, hogy ő belőle indul ki minden. Semmi nincs, ami ő nélküle, tőle függetlenül létezhetne, vagy indulhatna ki. A teremtésnek, ahogy mondtam is, tehát két szintje van, látható és láthatatlan, anyag és szellem. A láthatót és a láthatatlant lények népesítik be. A szellemi világot is lények népesítik be, és ezeket szellemeknek hívjuk. Nem azért, mert olyan szellemek, mint amiket meg szoktak idézni, vagy amit szellem alatt általában értünk köznyelvileg, hanem ez azt jelenti, hogy az ő lakozásuknak a helye, az ő létezésünknek a szintere, az a szellemi valóságban van. Ugyanígy az anyagi világot is Isten benépesítette, alapvetően háromféle testet tervezett Isten, olyan testet, ami a vízben él, olyan testet, ami a szárazföldön él, és olyan testet, ami a levegőben röpdös. És ezekkel is benépesítette ugye a láthatónak ezt a három szinterét, és ez ugye Jézusról is azt mondjuk, hogy ővé minden hatalom, a mennyen a földön és a föld alatt. Ezeken a szintereken mind Jézus Krisztus az Úr. Vannak tehát lények, szellemi lények. A szellemi lényekről viszonylag keveset tudunk. A szellemi lények között tudjuk, hogy vannak kerubok, ez egyfajta testőrség, vannak szeráfok, ez egyfajta papság, aztán vannak vigyázók, akiknek tulajdonképpen az a feladatuk, hogy őrködjenek Isten akarata és Isten terve fölött, a teremtés fölött. Sőt, ugye a bibliai kozmológia szerint az első teremtést, a teremtett világot Isten angyalokra bízta.
És ezért a vizek mögött angyalok vannak, a fizikai törvények mögött is angyalok vannak, angyalok őrködnek a napjárása fölött, a hold fölött, és így tovább, és így tovább. Bármi, minden létező mögött vannak angyalok, akik azért felelnek, hogy ezek a dolgok úgy működjenek, ahogy azt Isten kimondta, ahogy azt Isten eltervezte. Az első teremtés az angyalok világa. A zsidókhoz írt levél első fejezetében olvassuk, hogy a fiú viszont az angyalok fölé lett rendelve. Kevés időre kisebbé tétetett, de aztán dicsőséggel, tisztességgel meg lett koronázva, mert az eljövendő világ az már nem az angyalok világa lesz, hanem a fiaknak a világa. Az angyalok világát törvények irányítják, a fiak világát viszont a szeretet irányítja, és ez nagyon nagy különbség lesz. Az angyalok is tőlünk tanulnak majd szeretni, és vágyakoznak betekinteni az evangéliumban. Tehát szellemi lények népesítik be a szellemi valóságot, és ezekből angyalok akkor lesznek, amikor küldetést kapnak. 103. Zsoltárban azt olvassuk, hogy nagy erejű szellemi lények állnak Istennek a trónja körül, lesik Isten parancsát. És amikor Isten kimond valamit, akkor a beszéd mellé, a beszédhez angyalokat is rendel. És Isten szavát ezek az angyalok felügyelik és viszik véghez. Gondoljatok Ábrahámra, ugye Ábrahámot három angyal látogatja meg, abból egyik maga az Úr volt, aki bejelentette ugye az ígéret gyermekének a születését, kettő meg elment Szodomába és Gomorába, hogy kivizsgálja, hogy Szodoma Gomora lakói tényleg olyan perverz állatok-e, mint ahogy a kiáltásokból ez felhangzik. És úgy tűnt, hogy már meg nem lehet emberi erővel, már nem lehet megállítani azt, ami ott folyik, és ezért a Isten avatkozott be, mert ő őrködik az emberi történelem felett. Jó. Tehát angyal akkor lesz a szellemi lényekből, hogyha küldetést kapnak, mert maga az angelos szó ezt jelenti, hogy küldetéssel rendelkező valaki. Mind a két világ Istennek köszönheti a létezését. Az angyalok végtelenül hálásak azért, hogy léteznek, az ember bűne pedig ott kezdődik, amikor Istennek hálát adni nem akar. Ugye? A Róma levélben első részében ezt olvassuk, hogy a bűn azzal vette a kezdetét, hogy az emberek nem ismerték el azt, hogy amiük van, az Istentől van. Megnézzük az édenkerti történetet, ugye a bukásnak a történetét, akkor is azt látjuk, azt mondjuk, hogy hát igen, ugye volt egy állítás, hogy arról a fáról ne egyél, mondta az Isten. És jött a kígyó, aki azt mondta, hogy nyugodtan ehetsz róla, az Isten csak el akar valamit titkolni. És az embernek el kellett döntenie, hogy mi legyen, hogy legyen. De mi ezzel a probléma? Mondhatnánk azt is, hogy igen, nem volt neki könnyű, de az embernek könnyű lehetett volna ez a döntés, ha végig gondolja. Ki is az Isten? Mit kaptam Istentől? Mi az, amit Isten létrehozott? Megalkotott engem. Óriási meghívást kaptam tőle. Minden, ami körülvesz engem, Isten azért alkott, hogy nekem jó legyen. Az édenkert miattam van. A nap, a hold, a csillagok értem kelnek föl. A gyümölcshozó füvek miattam sarjadnak ki a földből. A gyümölcsfák nekem integetnek, hogy az én gyümölcsömről legyél. Minden értem van, minden miattam van, és mindezt Isten hozta létre. Mit kaptam a kígyótól? Eddig még semmit. A mérleg egyik serpenyőjében volt egy nagy halom jó, a másik serpenyőjében pedig volt egy kísértés. Hogy mindaz, aki ezt a jót cselekedte velem, az valójában semmit sem ér, mert az igazi jót majd a kígyótól fogom megkapni. Megint a szülőkhöz szeretnék szólni. Ugye amikor te jót teszel a gyerek, mindent elkövetsz, hogy neki jó legyen, megóvd a széltől is, meg mit tudom én, micsoda. És a gyereknek ugye a tinédzser korában támad egy haverja. És akkor a haver azt mondja, hogy hagyd a hülye ősöket, gyere, és akkor izé. És elmegy a gyerek, az embernek nem csak az fáj, hogy rosszul dönt, hanem az is fáj, hogy nem érti, hogy én a javát akarom. Hogy miért veszi semmibe mindazt, amit már érte tettem. Van egy csomó dolog, amit már érte megtettem. És így van az emberiség is, emberiség ugye így volt Istennel, hogy Ádám és Éva azért nem a semmiből kellett, hogy döntsenek. Ők ismerték Istent, tudták, hogy Isten mit tett. Önmagában az, hogy léteznek, önmagában az, hogy ott vannak az Édenben, elegendő bizonyíték volt arra, hogy Isten jó, és Isten a javukat akarja. De ez a kérdések kérdése, a bizalomnak a kérdése, mert az Édenben ezt a bizalmat vesztette el az ember az Istenben. És ezt a bizalmat akarjuk azóta is visszaszerezni, és ezt a bizalmat hívjuk úgy, hogy hit.
Az ember egy olyan lény, akiben egyben van szerkesztve a két világ, és az emberben van még egy harmadik valóság, ezt hívjuk léleknek. Az ember a testével az anyagi világhoz kapcsolódik, a szellemével a szellemi világhoz kapcsolódik, és mind az anyagi világ, mind a szellemi világ a lelkében hagy lenyomatot. Amikor a szellemi világban történik valami, érzések keletkeznek bennünk, gondolatok keletkeznek bennünk. Amikor az anyagi világban történik valami, érzések keletkeznek bennünk, gondolatok keletkeznek bennünk. Na most a probléma az, hogy amikor az ember elkezd a belső életére figyelni, akkor talál egy csomó érzést. Elkezd a gondolataira figyelni, talál egy csomó gondolatot. És ezt szét kell tudnia egyenlni, hogy mi van a testi, mi van ami szellemi, mi az, ami innen ér, mi az, ami onnan. Ha most nyugtalanságot érzek, látom, hogy a környezetemben nincs rá ok, de a szellememben érzem, ezt vajon mi okozza, és így tovább. És tulajdonképpen ennek a belső világnak a felfedezése és a megértése egy nagyon fontos kunszt. És ebben is az segít bennünket, hogyha ismerjük az írásokat, ismerjük Istennek a kijelentését, tudjuk, hogy Isten kicsoda, tudjuk, hogy Isten hogy működik. Ez segít nekünk ebben eligazodni. Mert ráadásul ugye a szellemvilágból is kettő van, van a tiszta szellemvilág. A tiszta szellemvilágban egy igazság van és egy szellem. És ez a szellem a szent szellem, a tiszta szellem. Ellenben a tisztátalan szellemvilágban nagyon sok szellem van és nagyon sok igazság, ami valójában hazugság. Rengeteg izmus, elmélet, mindenféle van, a második égbe ott gyártják egyfolytában ezeket, és próbálják elmérni az embereknek, és onnan is szellemek jönnek, akik győzködik az embereket arról, hogy higgyék el, hogy mit tudom én, micsoda, és így, és úgy, és amúgy. Ilyen izmus, olyan izmus, ilyen vallás, olyan bálvány, mindenféle dolgokkal bombázva vannak az emberek, mert ez a csatazaj, ez arra szolgál, hogy ne hallják meg ebben a nagy zűrzavarban a tiszta hangot. Ne hallják, ne fedezzék fel a tiszta szellemet. És ebben kell az embernek rendet raknia, ez a zűrzavar az életünk, és ebben a zűrzavarban kell nekünk rendet csinálni, és ebben a rendcsinálásban nagyon fontos az, hogy ismerjük az Istent, meghalljuk Istennek a hangját, és engedjük, hogy ez a hang tisztába tegye számunkra a dolgainkat. A Kolosse 15-17-et írtam ki ide, ez így szól. Jézus Krisztus, ugye őről van szó, ő a láthatatlan Isten képmása. Vagyis Isten ugye láthatatlan alkotó, láthatatlan teremtő, de láthatóvá tette magát, amikor a názareti Jézus Krisztus eljött a világra. Ugye Anonymous úgy ábrázolja a művész a köztéri szobron, hogy van rajta egy ilyen csukja és nincs arca. Miért? Nem tudjuk kicsoda. Isten is egy ilyen arctalan személy volt mindaddig, amíg a názareti Jézus meg nem jelent ebben a világban. Tehát Jézus a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény közül. Ugye a monogenész az nem azt jelenti, hogy ő született elsőnek, hanem azt jelenti, hogy különleges. Olyas valaki, aki nem vedhető, nem hasonlítható össze semmilyen más teremtménnyel. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók, a láthatatlanok, akár trónok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Tehát amikor azt olvasod a Bibliád első sorában, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, ez a kezdet, az alfa, ez a názareti Jézus maga, a messiás maga, és ezt így olvassuk ezt a szöveget, hogy a messiásban teremtette Isten a mennyet és a földet, láthatót, láthatatlan, és azoknak minden alkotását. Miért van ez? Azért, mert Isten azt akarta, hogy egy ember örököljön, megalkotta az embert, hogy a fiát emberként mutassa be majd a világnak, és ezért az ember megalkotásának is a célja az volt, hogy Krisztus egyszer majd az üsztörténelem egy pontján emberként jelenjen meg a világban. Tehát megint, most próbálok ilyen drasztikusan fogalmazni, mi emberek kvázi melléktermék vagyunk. A Krisztus miatt lettünk megalkotva, de ha már így alakult, az, amit ő megkapott, abból mi is mindannyian részesedhetünk, ha hiszünk ő benne. Oké. Van egy érdekes dolog, és szeretném ezt is egy picit most leegyszerűsítve, de közel hozni hozzátok. Ugye vannak ilyen izgalmas fogalmak a Bibliában, hogy szent, meg igaz, mint megigazulni. És e körül nagyon sok minden forog, az Ó és az Új Szövetségben, és rengeteg igét fogtok találni igaz emberről, megigazulásról. Az Új Szövetség is, ugye a Róma levél szinte csak e körül, Galata levél csak e körül forog, megigazulás, megigazulás, megigazulás. És az igaz egy nagyon fontos terminus technicus kifejezés a Bibliában.
De mit jelent az, hogy szent? Mit jelent az, hogy igaz? Ugye Isten teremtette meg ezt a világot, következőképpen ez a világ, ez olyan, mint az Isten. Az alkotóról lehet következtetni az alkotásra. Ugye hányan találkoztatok Leonardo da Vincivel? Nem sokan. Nem tudjuk ki ő. Egyikünk se látta az arcát, igaz? Nem beszéltünk vele, nincs saját személyes benyomásunk róla, mégis rengeteget tudunk Leonardo da Vinciről. Miért? Mert itt vannak a művei. A festményei, a naplói, a gondolatai. Vagyis az alkotóra vissza tudunk következtetni az alkotásából. Ha megnézzük a mi alkotónkat, akkor mit látunk? Az első dolog, amit látnunk kell, hogy az, hogy egyáltalán Isten teremtett valamit, ahhoz milyennek kell lennie? Önzete. Ha Isten egy önző dög lenne, teremtett volna bármit? Nem. Miért? Mert mindent, amit megalkotott, arról utána gondot kell viselnie. Igaz? Ma miért nem akarnak sokan gyereket? Megszületik a gyerek, és akkor nem lehet moziba menni, nem lehet bulizni járni, nem csinálhatok azt, amit akarok, és így tovább, igaz? És ezért inkább nem vállalok gyereket, aztán 50 évesen rájövök, hogy hú, azért kimaradt valami az életemből, és de jó lenne, ha lenne. De még akkor se késő, ha más nem örökbe tudsz fogadni. De ha Isten önző lenne, nem alkotott volna semmit. De Isten nem, hogy a semmit nem alkotta, nem csak egy vagy két darab valamit alkotott, mérhetetlen mennyiségű lényteremtményt hozott létre, és ezekre mind ő visel gondot. Van macerája az Istennek veled? Van. Mégis akar téged. Van macera azzal a gyerekkel? Van. Igen, fel kell áldoznod egy csomó mindent, a szabadságodból, az erődből, az energiádból, egy csomó mindent fel kell áldozni. És hogyha most a vonal alatt meghúzzuk a vonalat, hogy ezek örömök, ezek meg vesződtségek, nehézségek, akkor merre billenne a mérleg? Én azt gondolom, hogyha ezt ilyen nagyon érzelemmentesen kívülről néznénk, azt mondanánk, több a baj vele, mint a haszon. De mégis, amikor a gyereked átölel, mégis, amikor a szeretet árad, mégis, amikor boldognak látod őt, vagy boldoggá tesz téged, akkor azt mondod, hogy nem érdekel, mibe kerül, ez mindent megér. És ez a dolog lényege. Isten is ilyen, hogy ő azt mondta, hogy ő szereti a teremtményeit, akarja a teremtményeit, nem bánja a munkát, a vesződtséget, a nehézséget, veled is vesződik, és végtelenségig vesződik, és amíg van felüled remény, ő vesződik veled. Miért? Azért, mert ő ilyen, önzetlen. A második dolog, hogy Isten végtelen. Tehát amikor azt gondolod, hogy na már mindent tudok, mindent ismerek, akkor belenézel egy távcsőbe, megnézed, hogy az univerzum milyen, és azt mondod, hogy kész vége. Isten pontosan azért alkotta ezeket a dolgokat, hogy szembesítse bennünket azzal, hogy ő végtelen. Felfoghatatlanul hatalmas és gazdag. A mennyben sem fogunk uralkodni. Mikor meglátjuk, hogy színről színre egy új korszak kezdődik az életünkben. De ez nem azt jelenti, hogy mindent tudni fogunk, hanem azt jelenti, hogy egy új dimenzió, egy új korszak kezdődik az életünkben az Istennel való kapcsolatban. Nem tükör által homályosan közeledünk az Istenhez, hanem színről színre. Lehetőségünk lesz olyan dolgokat tanulmányozni, amikről most még elképzelésünk sincs. De ott van Istenben. És a végére fogunk tudni ennek érni? Nem? Nem? Soha. Nem fogunk tudni a végére érni. Az egész örökké valóság kevés lesz, hogy mindent megértsünk, mindent megfelfogjunk Isten lényéből és Isten természetéből. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, az a sokszínűség. Ha megnézed a teremtett világot, Isten megtehette volna, csak gólyahír teremt, kész vége. Csak ilyen kocka alakú legó hegyeket csinál, így össze lehet szétszedni, Iszonyatos mennyiségű állatot teremtett az Isten. Iszonyatos mennyiségű növény. A változatosságnak valami elképesztő gazdagsága vesz bennünket körül, és ez mind Istennek csak egy csepp a tengerben. Mind Istenből csak egy kis ilyen, kis, úgy, így a kis ujjából kiszaladt egy kis kic. Az Isten végtelenül sokszínű, és gyönyörködik a sokszínűségben. És ezért nem akarja Isten, hogy mi uniformizáltak legyünk. Nem akarja, hogy mindenki ilyen doboz alakú legyen, és ilyen szép szürkére festett. Nem akar Isten egy ilyen falanszter világot. És amit még szeretnék kiemelni, az, hogy Isten szereti a szépet. Ha van hiába valóság ezen a világon, az a szépség. Semmi funkciója, semmi haszna. Láttam egy filmet a mélytengeri állatokról. Nagyon sötét van,
nagyon hideg van, semmi nem látszik. De amikor megvilágítják őket, akkor elképesztően szép színekben tündökölnek. Van köztük nagyon ronda is, ilyen ronda állatok is van. De alapvetően mégis el lehet mondani arról, amit Isten alkotott, hogy ez nem csak funkcionális, nem csak jó, hanem szép. Isten szereti, ha valami egyszerűen csak szép. Ő gyönyörködik a szépségben. Amikor a szocializmus ugye megpróbálta így materializálni az emberi létet, akkor jöttek létre a lakótelepek. És a lakótelepek nagyon funkcionálisak voltak. Mindenkinek legyen szobája, legyen benne fürdőszoba, legyen benne konyha, minél gyorsabban, egyszerűbben nézni, és egymásra laktuk, és ott vannak a dobozok. És az emberek tudják, hogy ott a lakótelepben azért ott egymás hegyén hátán komoly neurózisokat lehet kapni. Miért? Mert minden funkcionális. De mi hiányzik belőle? Hiányzik belőle a szépség, hiányzik belőle a légiesség, hiányzik belőle a kreativitás, hanem az egész szürke, leegyszerűsítő, sablonos. És az ember bele betegszik abba, ha ilyen közegbe, ha ilyen környezetbe kell élnie. Mert Isten kedveli, szereti a szépséget. Oké. Mit értünk szentség alatt? Ugye gondoljatok bele, hogy kezdem másfelől. A kozmosz szó a görögben azt jelenti, hogy rend. És ha belegondoltok abban, mondjuk minden családnak megvan a maga kozmosza. Ahogy működünk, ahogy együtt vagyunk. Sőt, minden embernek megvan a maga kozmosza, amivel szereti magát körülvenni. Van egy saját mikrovilág, ami belőle indul ki. És aztán mondjuk, mikor a gyerekek házasodnak, akkor két család kozmosza találkozik egymással, a galaxisok ütköznek, összeolvadnak, és keletkezik belőle valami új. Néha nagy csattanások árán, néha kevésbé nagy zökkenőkkel, de hát ez a dolognak a világ folyása és a dolgoknak a rendje. Mert mindegyikünknek van egy saját kozmosza. Minden családnak van egy saját kozmosza. Minden közösségnek van egy saját kozmosza. Az autonóm gyülekezetnek is van egy kozmosza. És van, aki ebbe könnyen beleilleszkedik, van, aki csak nehézségek árán, és így tovább. Istennek is van egy kozmosza. A kozmosz pont olyan, amit Isten alkotott, mint maga Isten. Az belőle lépett ki. Az pontosan olyan, mint amilyenek Isten szerette volna, hogy legyen. És ezért beszél az Isten teremtése a teremtőről, hogy az ő teremtéseit, az ő alkotásait értelmes módon, bölcsességgel vizsgálva megláthatjuk, hogy az Isten kicsoda. Szintén ugye a Róma 1-ben olvasunk elő. És mi a dolognak a lényege tehát? Az az, hogy Isten azzal, amit ő alkotott, tökéletesen összhangban van. Én a saját kozmoszommal összhangban vagyok. Nekem nem kell erőfeszítést tenni, hogy én a saját kozmoszommal összhangban legyek. Miért? Mert belőlem lépett ki. Én hoztam létre. Ha valaki belép az én kozmoszomba, annak kell erőfeszítéseket tennie azért, hogy az én kozmoszommal ő összhangba tudjon kerülni. Vagyis velem összhangba tudjon kerülni. És fordítva, én lépek bele valaki másra. Most mi is így vagyunk, hogy beléptünk Istennek ebbe a kozmoszába. Isten mindig szent. Ő neki nem kell erőfeszítést tennie azért, hogy szent legyen. Ő teljes összhangban van ezzel a kozmosszal. Mi, akik belépünk az ő kozmoszába, de el voltunk idegenedve az isteni élettől, nekünk kell valamilyen módon megszentelődnünk, tehát hozzá idomulnunk ahhoz a kozmoszhoz, ahhoz a világhoz, amit Isten létrehozott. Most képzeljétek el, hogy mondjuk lenenc gyerekek voltatok, zaciba adtak benneteket egyik intézetből a másikba, egyik rossz nevelőszült a másikba, hányottatok, és utána végül egy szerető család örökbe fogad benneteket. Bekerültök egy családba, bekerültök abba a kozmoszba. Mi fog történni? Te ott mi leszel először? Egy idegen test. És kétféle lehetőséged van, az egyik, hogy megmaradsz ennek. És akkor kötök egy szerződést, kapsz egy házirendet, hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor amíg a házirendet betartod, addig békében elvagytok egymás mellett, de soha nem lesznek egy család. A másik lehetőség, hogy a család kinyúl hozzád szeretettel, te pedig ezt a szeretetet, ha eleinte nehezen is, de egy idő után jégszíved felolvadván, elfogadod, és be akarsz illeszkedni. Akarsz közéjük tartozni. Akarsz olyan lenni, mint ők. És ez kölcsönös, nekik is először kezet kell nyújtani, és mindig a nagyobb kell, hogy kezet nyújtson, mert a kicsinek nehezebb. És Isten pontosan ezt tette, kezet nyújtott a tőle elidegenedett embernek, és elmondta, hogy én be akarlak fogadni.
Én szívesen látlak. Én szeretném, hogy te az én családom részese legyél. És mi ottan állunk, ottan toporgunk, hogy vajon most hogy legyen, s mint legyen. És még ha el is fogadjuk a meghívást, el kell döntenünk, hogy idegenként akarunk élni, egy zárványként akarunk ebben élni, vagy be. És mi a belolvadásnak a kulcsa? Ha zárványként akarok élni, akkor mi lesz? Házi rend, előírások, szabály, új szabály, parancs, új parancs, be kell tartani, alá kell írni, ellenőrizni kell. Miért? Azért, mert nincs összhang. Valójában te nem illeszkedsz bele abba a kozmoszba, megmaradsz a magad kozmoszába, és a két kozmosz ütközni fog egymással, és hogy ne legyen belőle nagy baj, ezért szabályokat kell, törvényeket kell hozni. De ha te a szeretettel közelítesz ehhez a dologhoz, igaz? Ha be akarsz, megszereted őket, be akarsz oda olvadni, akkor mi történik? Nem lesz szükség szabályokra. És ha rosszul csinálod a dolgokat, ha vétkezel is, akkor mit fognak mondani? Azt fogják mondani, hogy nem baj, kezdjük újra, mert a szeretet sok vétket elfedez. Ha valakit nem szeretsz, kétszer hibázik, azt adod ki vagy rúgva. De ha valakit szeretsz, akkor hibázhat háromszor, négyszer, ötször, 70-szer, 7-szer. Igaz? Mert te elhatároztad, hogy te őt szeretni akarod. És türelmes leszel vele. Tudod, hogy szerencsétlen, nagyon messziről indul. Tudod, hogy nincsenek meg a késő, és így tovább, és így tovább. És ezért türelmes vagy vele. Miért? Mert azt akarod, hogy beilleszkedjen. És addig szereted, míg valahogy ő is ezzel a szeretettel tud reagálni, és a csetlik is, botlik is, de szép, lassan, biztosan rátalál a helyes útra, és beilleszkedik a kozmoszba, és ez a beilleszkedés, ez hogy történik? Amikor beilleszkedtél, akkor nevez téged a Biblia igaz embernek. De hogy tudsz megigazulni? A szabályok, a törvények által nem, mert mindig idegen maradsz. De ha te a szeretetre, szeretettel válaszolsz, ha te az akaromra, akarommal válaszolsz, és megindul ez a folyamat kettőtök közt, a szeretetnek az oda-vissza áradása, akkor ez téged alkalmassá tesz arra, hogy ebbe a kozmoszba, ebbe a világba beilleszkedj. És az isteni rendnek a részévé legyél. És amikor valaki vétkezik a családban, felrúgja az iratlan szabályokat, a kozmosz megbontja a rendet a kozmoszban, akkor mi történik? Egyedül a helyreállításnak a folyamata. És ha ő elismeri a vétkét, és ez egy kihágás, akkor a szeretet az ő bűnét el fogja fedezni. Mert mindannyian azt szeretnénk, hogy újra helyreálljon a rend. Isten is így akar rendet csinálni a világban, ami az ember miatt felfordult. Az első alkotása Istennek, az első kozmosz felfordult, megrendült az ember miatt. Lent a bűn, ami beköltözött az ember életébe, itt az ember csinálja az űrzavart, a mennyben pedig az ellenség, a sátán kelti az űrzavart. És Isten, mivel nem akarja elveszíteni az embert, és nem akarja, hogy egyetlen egy ember elvesszen, ezért a szeretetével látogat meg bennünket. De a lényeg, hogy szeretném, ha megjegyeznétek, hogy a szentség tehát ezt jelenti, hogy összhangban lenni Isten kozmoszával, Isten teremtett rendjével, beleilleszkedni abba a rendbe, amit Isten alkotott, aki Isten maga, ami Istenből lépett ki. És amikor mi bekerülünk ebbe a kozmoszba idegentesként, akkor számítunk megigazultnak, amikor mi oda be akarunk illeszkedni. Nem mi akarjuk megváltoztatni az Istent, hanem engedjük, hogy az Isten változtasson meg bennünket. Persze ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ámen, úgy van. De nem arról szól az életünk, hogy mi akarjuk megváltoztatni az Istent? Nem arról szólnak az imáink, hogy Isten csinálja már végre azt, amit mi akarunk? Én sok imát hallok, meg mondok is, és ha már 50%-ban azért imádkozunk, hogy a te akaratod legyen, meg már jó. Legtöbbször mi ötletelünk és elmondjuk Istennek, hogy neki mit kéne csinálni. És azért imádkozunk, hogy meggyőzzük őt arról, hogy miért jó az neki, hogyha azt csinálja, amit mi mondunk. Pedig az ima az ellenkezőjéről szól, fordított. Amikor Jézus imádkozni tanított, akkor nem azt mondta, hogy hát Isten úgyis tudja, mire van szükségetek, ezért ne imádkozzatok. Hanem azt mondta, hogy Isten tudja, hogy mire van szükségetek, ezért imádkozzatok. Nem kell Istent meggyőznötök, nem kell Istent rábeszélnetek, nem úgy van, hogy Isten elfelejtette, ő gondoskodott, mindent elkészített. És mivel ha te ebből a hitből indulsz ki Istenhez, hogy az Úr tudja, hogy mire van szükséged, és az, amire szükséged van, azt ő elkészítette, akkor én azért megyek, hogy kikutassam, hogy mi az, amit a számomra az Isten elkészített, és nem úgy megyek, hogy az Isten most meg kell győznöm, hogy ne csinálja már. Hogy ne így, hanem másképp. Mint Jób, hogy mi ez már.
hogy van ez? Hát ez szabálytalan, a bíró miért nem sípol? Les, kint van a labda. És mikor Jobot fedik, akkor is elsőnek Elihu ezt hozza fel, hogy nem arról van szó, hogy az Isten nem hallgat meg bennünket, hanem arról van szó, hogy mi nem akarjuk meghallgatni az Istent. Isten mindig időben szól, és mindig előre felkészít bennünket mind arra, amire szükségünk van. A szánkon sincs a szó, ő már rég elkészített, ő tudta, hogy te jönni fogsz, lehet, hogy kétségbe esetten, kiáltasz hozzá, de Isten azt mondja, hogy nem lepődtem meg, nem arról van szó, hogy most kétségbe esetten kapkodva valamit rögtönözni kell, hanem Isten öröktől fogva tudja, hogy mit akar véghez vinni, mit akar tenni. És te azzal a bizalommal menjél Istenhez, hogy az, amit a számodra ebben a helyzetben elkészített, az neked a lehető legjobb. Az az igazi és az a jó megoldás a számodra. Oké. Tehát Isten teljes összhangban van a saját teremtésével, ezért ő mindig és minden körülmények között szent. Amikor mi az ő teremtményei összhangban vagyunk az ő kozmoszával, az örök rendjével, akkor vagyunk igazak. Ez a dolog lényege. A megigazolás pedig a bizalom, a hit hozza létre. Vagyis az igazság már nekünk tulajdonítatik azért, mert hiszünk. A hit képessé tesz bennünket arra, hogy ebbe a kozmoszba beilleszkedjünk. Ha pedig nem hiszünk, akkor kaphatunk előírásokat, napi rendeket, házi rendeket, mindenfélét, idegen testek maradunk. Nem tudunk igazzá válni. Ugye a törvény ezt igazolta. A hit pedig az Istennel való kapcsolat alapja, hogy mindjárt ismeritek az alapigéjét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki ő elé járul, szükséges hinnie nem csak az, hogy ő létezik, hanem azt is, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Oké. Okay. A másik nagyon fontos dolog, amit Istenről tudni kell, hogy Isten az ő szava által teremt. Tehát Isten megtette volna, hogy rugdos, vagy a kezével formáz, vagy a tudom én milyével, hogy csinálja a dolgokat, de Isten a szavával teremt. Ő ilyen. És az első teremtés is Isten szavára állt elő, ugye hit által értjük meg, hogy a világ Isten szavára állt elő. Egy kevéssé ismert ige talán ez a 2 Péter 3.5, ami így szól, ugye ez a csúfolódókra, az idők végén fellépő csúfolódókról szól, és azt mondja, mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, föld is, amely vízből és víz által állt elő, mire? Az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkivélve megmaradtak. Hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Tehát Isten hogyan alkot, hogyan teremt az ő szava által. Azt mondta, hogy legyen, akkor lesz, azt mondta, hogy szűnjön meg, és akkor az megszűnik. Ez egyszerűen az ő módja, ahogy a dolgokat intézi. Nem csak az első teremtést, hanem az új teremtést is ugyanez a szó hozza létre. Ugyanúgy Isten szavából születünk újjá, és az új teremtés is ugyanúgy Isten szavából lesz. Azt mondja, nélküle semmi sem lett, mondja János evangéliuma elején, Istennél volt az ige, és az ige volt az Isten, és nála nélkül semmi sem lett, minden ő általa lett. És ez nem a régi teremtésről szól, hanem az új teremtésről. Csak azt akarja bemutatni, hogy ahogy a régi teremtésben is minden Isten szava által lett, ugyanígy az új teremtést is mi hozza létre? Istennek a szava. Mert a hit abból van, amit Krisztus szól hozzánk. A hallottból van, amit hallunk, az pedig Krisztus hozzánk intézett szava. És mikor Krisztus szól hozzád, akkor jön létre az új teremtés. Oké. Ugye az 1 Péter 1.23 szintén ismert ige, nem testtől és vértől születtünk, hanem romolhatatlan magból születtünk, és mi ez a romolhatatlan mag? Istennek az élő beszéde, ami megmarad örökké. A test, mint a fűvirága, eltűnik, de az Isten igéje megmarad. Mit akar ezzel mondani? Az, hogy amit test szerint cselekszünk, annak nincs örökké való haszna. De amikor az ige szól hozzád, és hitet hoz benned létre, és te ebből a hitből cselekszel, annak mindig örökké való haszna van. Az megmarad örökké. Az nem fog soha elmúlni. És ezért, ha értelmes életet akarsz élni, és azt szeretnéd, hogy a napok ne hiába teljenek el, akkor szükséged van arra, hogy meghalld, hogy Isten mit mond, hit kell, hogy létrejöjjön benned, és ebből a hitből kell, hogy cselekedjél, mert amit ez létrehoz benned, az a belső világ, amivé téged az ige tesz, és aztán amiből cselekszel, az maradandó, örök érték lesz. Oké. Aztán
2 Korintus 4.16 ugye párhuzamba állítja az első teremtést a másodikkal, és azt mondja az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot hol? Nem a kozmoszban, hanem a mi szívünkben. Vagyis mi történt? Isten szólt hozzánk, és azt mondta, fiam, itt az idő, gyere haza, szeretlek téged, a fiamat odaadtam érted, várlak, itt van az atyai ház, tékozó fiam, gyere haza. És amikor meghallottad ezt a szót, ez a szó hitet hozott, bizalmat hozott benned létre, és azt mondtad, akármilyen is vagyok, akármit is követtem el, visszamegyek az atyai házba. És amit ott találsz, az nem egy kegyetlen, nem egy számonkérő atya lesz, hanem egy szerető atya lesz, aki azt mondja, hogy gyermekem, örülök, hogy itt vagy, nagyon vártam ezt a napot, nagyon kívántam ezt a napot, mindennél jobban örülök neked, 99 igaznál is jobban örülök neked, hogy te ma itt vagy, te vagy az örömünk első számú forrása, és kezdődjön el a helyreállításod. Hogy végre megkaphasd azt, amit én szántam neked, és végre kigyere az embergyilkosnak a hatalmas hatalma alól. Tehát az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a szívünkbe. Ezt értette meg a kapernaumi százados is. Ugye ő is katona volt, és azt mondta, hogy nem kell nekem oda menni, elég, ha oda szólok, hogy na, Augustinus, gyerünk, azt vigyed a vizet. Mivel én hatalommal rendelkezem, ő alávetett ember, elég, ha kimondom a parancsot. És azt mondta ez a szó, meglátta ez a százados, tiéd a hatalom és a betegségek, a démonok fölött neked hatalmad van, ezért, uram, elég, ha parancsolsz, és meggyógyul a szolgál. Nem kell neked ide menni, nem kell neked oda menni, add ki a parancsot, legyen egészséges, legyen világosság, legyen gyógyulás, legyen szabadulás. És Jézus kiadta a parancsot, és lett? Lett. És azt mondta, hogy ez hit? Ez lát valamit ez az ember? A maga római centúrió módján, vasnak írja le, vas szörnyeteknek írja le a római birodalmat a Biblia, volt rend, volt fegyelem, hatalom, és ő értett a hatalom nyelvén, és meglátta Jézusban azt, hogy nem visel semmilyen hatalmi jelvény, de mégis a hit szemeivel meglátta, hogy ennek az embernek hatalma van a betegség fölött. És azt mondta, ha te parancsolsz, annak engedelmeskednie kell, nincs mese. Oké. Okay. A másik fontos dolog, amit meg kell érteni, hogy Isten szava nem csak létrehozza a dolgokat, hanem Isten szava tartja fent mindazt, ami már létrejött. Ugye híres igéink vannak, nem csak kenyérrel él az ember. Az 5 Mózes 8.3-ban magyarázza el, hogy miért adta a mannát Isten a pusztában. Nem csak azért, hogy legyen mit enni, hanem azért, hogy azt mondja, megsanyargatott téged, hogy kiderüljön, mi van a szívedben. És mi volt a szívükben? Nem hit volt a szívükben, hanem zúgolódás. Az Isten jól kibabrált velünk. Jól rászedett bennünket, jól át vagyunk verve. Igaz? Mikor szedegették a kenyeret. De a mannát nem ezért adta az Isten alapvetően, hanem az, ugye a szombat miatt. Azt mondta, hogy pénteken 2 annyit szedtek, szombaton nem menjetek. Kimentek szombaton? Kimentek. Az egész történet tulajdonképpen a pusztai vándorlásból erről szól, hogy Isten meg akarja tanítani az ő népének, hogy az az ő élete, ha hallgat arra, amit Isten neki mond. Kent fel a páska bárányvérét, és megmenekülsz. Akik felkenték, megmenekültek. Ha egyiptomiak felkenték volna, megmenekültek volna? Igen, megmenekültek volna. Mert nem azon múlt, hogy egyiptomi vagy zsidó, hanem azon múlt, hogy elhitte és megcselekedte, vagy nem hitte el és nem cselekedte meg. Ha zsidó nem kente fel, meghalt? Meghalt. Az Isten igéje hozta létre a különbséget, nem pedig valami testi dolog. Jézus is utal erre, ugye a kenyérszaporítás csodája után az emberek keresték őt, és tudták, hogy egy új Mózes jön, és akkor gondolták, hogy hát Mózes is adott minden nap kenyeret, hát most meg csodálatosan ettünk kenyeret, és akkor keresték Jézust, hogy hol van, de hát Jézus tudjuk a vízen járva átment Kapernaumba, Becsaidából, és akkor keresték itt, keresték ott, végül megtalálták Kapernaumba, és Jézus azt mondta, hogy tudjátok mi a ti bajotok? Nem az, hogy megértettétek, hogy a jel miről szól, hanem csak zabálni akartok. A kontinentális reggelit akartok enni. És azt hiszitek, hogy én azért jöttem, hogy a ti testi szükségeiteket minden nap betöltsem, és gondoskodjak rólatok. Mire mondták neked? Miért? Hát Mózes is ezt csinálta. A manna nem csak egyszer volt, minden nap. Ha nem ezt a jelet mutatod nekünk, akkor miért?
És akkor Jézus elkezd őket tanítani, és azt mondja, na jó van, a ti atyáitok ették a mannát a pusztába, és bementek az ígéret földjére? Nem. Életbe tartotta őket a manna a pusztába? Igen. Az ígéret földjére bevitte őket a manna? Nem. Kik mentek be az ígéret földjére? Hát kik? A 12 kémből 10 azt mondta, hogy lehetetlen. De kettő volt, aki azt mondta, ha az Isten kedvét leli bennünk, akkor kétségtelenül bevisz bennünket oda. És mi nem tudjuk megcsinálni, de Isten meg tudja. Ezek az emberek hittek. Józsué és Káleb, ők mentek be. Nem a manna miatt élték túl a sivatagot, hanem mi miatt élték túl a sivatagot? Mert megtanulták a manna szabályát, hogy megtanult, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Na ez az, amit mondani akarok. Jézus szavaival hoztam ezt a két illusztrációt, hogy ha elnyerted az örök életet, ez nagyszerű. De az örök élet nem azt jelenti, hogy ez örökké tartó élet. Ez más minőségű élet. Ez egy szellemi élet. Ilyen élet nincs. A test csak testi életet tud neked adni. Ez a szellemi élet létrejött benned. De hogy a testi életet táplálnod kell, testi jeledelekkel, a szellemi életedet is táplálnod kell, csak szellemi jeledelekkel. A testednek szüksége van kenyérre és vízre. Mi történik, ha hosszabb ideig nem eszel kenyeret és vizet? A tested elkezd, első, elörültlenedik, sorvadozik, és aztán utána benyomja az unalmast, igaz? És elhal. Ugyanígy a benned levő örök életet is táplálni kell. A mennyben is lesz étel, de ezek nem testi ételek lesznek, hanem olyan ételek, amit az élet fáján teremnek. Ugye az élet fája az egy különleges fa, minden hónapban különböző gyümölcsöket hoz, minden hónapban másfajtát, nem egyfajta van, nagyon sok fajta van, és ezekből táplálkoznunk kell. De az élet fája egy szimbólum, egy kép, tulajdonképpen te vagy az élet fája most, mert amikor Jézus benned megszületett, és egy új teremtés lettél, akkor te rá épültél a szőlőtőre, és elkezdenek az életedben gyümölcsök teremni. És mik ezek a gyümölcsök? A hitedből származó cselekedetek és a hitekből származó szavak. Amikor te odamész a másik emberhez, és tudsz neki olyat mondani, ami nem te belőled származik, hanem a benned élő Krisztusból, akkor te mit csinálsz azzal az emberrel? Megeteted őt. És ugyanígy azért jövünk el, hogy hallgassuk az Istennek a beszédét. Miért? Mert szükségünk van arra, hogy ezt a bennünk már létrejött, az igéből létrejött életet tápláljuk. A szellemi életet a szellemi eredelekkel. Az, hogy a Szentlélek működjön az életünkben, az víz a számunkra. Az, hogy magunkhoz vegyük az Istennek az élő beszédeit, és Krisztus szóljon hozzánk, az eledel a számunkra. És ezért tévedés azt gondolni, hogy azért, mert egyszer már létrejött benned ez az élet, ez örökké meg fog benned maradni. Nem hal el olyan könnyen, mint a testi életünk, sokkal többet kibír, szívósabb, de táplálni kell. És minél jobban táplálod, annál erősebb lesz. Minél jobban elhanyagolod, annál kevésbé fogod érezni az erejét és érezni a hatalmát. És ezért van, azért mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az ördög, mikor megkísérti őt a pusztába, ugye ezzel vág vissza. Mit mond neki az ördög? Na, bőtöltél, eddig nem éreztél éhséget, most érzed az éhséget. Ugye éhes vagy. De hát, ha bizonyíts be azzal, hogy Isten fia vagy, hogy parancsolj rá az itt levő kövekre, hogy változzanak át kenyérré. És Jézus mivel válaszol? Távozz tőlem, Sátán, mert, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Mit akar ezzel Jézus mondani? Nem dőlök be neked, nem azért vagyok Isten fia, mert a kövek kenyérré változnak, hanem azért vagyok az Isten fia, mert az Isten azt mondta. Az Isten fiúságom alapja az Isten beszéde, nem valami külső történés vagy cselekedet. Az Isten beszéde hozza létre bennünk a dolgokat, és az Isten beszéde táplálja a már létrejött életet. Ugyanígy Péter azt mondja az új megtérőknek, hogy a hamisítatlan tejre vágyakozzatok, erre van szükségetek. Tehát ne merülj el addig mély filozófiába, amíg te magad a Szentírásban nem vagy megalapozva. A legfontosabb dolgot, hogy ismerd, hogy mi van a Bibliádban, mert csak ez ad a kezedben mércét, amihez hozzá tudod mérni a dolgokat. Aztán, ugye az 1 Korintus 1.14-ben is azt mondja az írás, hogy a keresztről való beszéd bolondság az emberek elméjének. De valójában mi ez? Istennek a hatalma, Istennek az ereje. Oké. Tehát Isten szava nem csak létrehozza bennünk a dolgokat,
nem csak táplálja a már létrehozott dolgokat, hanem működik, munkálkodik bennünk. Nem csak egyszerűen fenntartja a dolgokat, hanem olyan, mint egy mag. És ez a mag, ahogy beléd hullik, úgy kezd el gyümölcsöket teremni. Ugye így olvassuk a magvető példázatában, azt mondja Lukács 8.11-ben Jézus ilyen egyszerűen mondja, hogy a mag pedig az Isten beszéde, amit az ember fia vett. Jézus ma is működik, nem megy nyugdíjba, ma is szól, és amikor ő szól hozzád, abból hit jön létre, ha meghallod, amit ő mondott neked, abból hit jön létre. És ez egy mag. Egy mag, és ezt a magot táplálni kell, és Istennek a teremtő szava hatalmas dolgokat végez el bennünk. Ugye magban mi a kunszt? A magban az a kunszt, hogy bejusson a földbe. Ha már bejutott, akkor onnantól mondhatni szinte nyert ügyünk van. Igaz? A kovász az hogy működik? El kell keverni a liszttel, és utána nem állunk fölötte, hogy jaj, meg kelj, meg kelj, meg nem pedálozunk, biciklizünk, hogy kelj, meg az megy magától. És a magban is megvan a képesség, hogy a dolgok a végbe menjenek maguktól, de először a magnak be kell hullni a talajba. Egy kevéssé ismert igét szeretnék hozni, az első Tesszalonika beliekhez írt levél második részének 13. verse azt mondja, ugye Pál ott toporog Korintusba és agódik az üldöző gyülekezetért, és onnan ír nekik egy levelet, és az amikor megjönnek az emberek a jó hírrel, akkor egy ilyen kicsit ilyen eufórikus hangvételű, jó van gyerekek, nagyszerű levelet ír nekik, kettőt is. És ebben a szövegkörnyezetben van ez a vers, ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amit hogy valóban az, és annak ereje is munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Tehát az Isten beszéde mit csinál? Van ereje, és munkálkodik benned, ugye az energoma van, itten energiát fejt ki, munkát végez benned. Az ige, képzeld el, magától munkálkodik benned, átalakít, átformál, létrehoz bizonyos dolgokat, egyszer csak teremtő erővel és teremtő hatalommal bír, ami nyilvánvalóvá válik. Oké. Isten beszédei vannak összegyűjtve a Szentírásban, és ugye erre ez a dolognak a lényege, ez amit szeretnénk tanulmányozni. Az írásokban azt olvassuk, amit Isten tett, és amit Isten mondott. Isten üzen a cselekedeteivel is, és Isten üzen a szavaival is. A Szentírást úgy is hívják, hogy kánon. A kánon azt jelenti, hogy mérőnád, mérce, ehhez mérünk minden mást. Onnan tudhatjuk, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nincs Istentől, hogy valami ezt hozzá mérjük. Ugye, felépítesz egy házat, akkor kijön az építési hatóság embere, hoz mindenféle eszközöket, és megméri, hogy azt építetted meg, amit te a hatóságnak bejelentettél. Ez a mérce, az etalon. És ugyanígy a Szentírás a számunkra a mérce, az etalon, mindent ehhez fogunk hozzá mérni. Miért? Azért, mert ezek az írások azok, amikről tudjuk, hogy megvizsgálták őket, megbízhatónak bizonyultak, most már évezredek óta, ezért ezek képzik az etalont, minden mást ehhez tudunk mérni. Azért hívjuk őt ezeket szentírásnak, mert tudjuk, hogy megbízhatunk bennük. Soha ne engedd meg, hogy a szentírásban kételyeket ébresztenek benned. És mondják azt, hogy hát nem csak ezek az iratok vannak, hanem más iratok is vannak. Nagyon sok más irat is van, de a más iratra nem tekinthetsz úgy, mint biztosra. A más iratot hozzá kell mérned ehhez, de hozzá ezt ismerned kell, hogy hozzá tud mérni. Különben nem tudod megmondani, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Volt egy ember, Dél-Amerikában írt egy könyvet, hogy Jézus valójában magyar, és aztán, amikor találkozol ilyen emberrel, akkor elmondja, hogy hát igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy az apja is, meg az anyja is zsidók voltak, meg körülmetélték 8. napon, meg a jeruzsálemi templomban bemutatták, meg zsidó közül való zsidó volt, de mi tudjuk, hogy ez nem igaz, mert a szerzetes megírta, mit tudom én, Argentínába a könyvét, és abban a könyvben világosan kifejti, hogy ez nem így van, hanem az Adia Beléné pártus királylány szülte, és így tovább, és így tovább. Na most, amikor meglátogatod ezt az embert, vagy meghallgatod ezt az embert, számára mi a Szentírás? Az, amit ez a szerzetes írt. Ehhez méri azt, ami van a Bibliában. De számunkra mi a Szentírás?
az, ami a Bibliában van. Ha a Biblia azt mondja, hogy 8 napon körülmetélték, akkor nem lehetett pártus, meg nem lehetett magyar. Vagy egy körülmetélt pártus lehetett volna legfeljebb. De hát tudjuk, hogy Dávid házából származik a messiás. Oké. Tehát amikor vitatják a Szentírás Szentírás voltát, akkor azt jelenti, hogy valamilyen más könyvet, valamilyen más iratot, valamilyen más kinyilatkoztatást magasabbra tesznek, etalonnak tekintenek, és ahhoz mérik az írásokat. De ez így nem működik, ezek fordítva kell működni, az írásokhoz mérünk minden mást. Amit tehát mi kutatunk, az a Szentírás, és azt szoktam mondani, hogy ami a természet egy természettudós számára, az a Biblia egy Isten kereső ember számára. A természet nem változik. De a természetről alkotott tudásunk és ismereteink, a téziseink, a tudományos hipotéziseink, meg feltevéseink, azok viszont állandóan változnak, igaz? Hányan tudjátok, mi az, hogy kvark? Nem egy békafajta. Vagy az, hogy bozon. Én ugye mérnöknek tanultam, és a mi időnkben még nem nagyon volt szó se kvarkokról, se bozonokról. Ez csak az én életem. És rengeteg más dologról ez elmondható. A tudomány újabb és újabb felfedezéseket tesz, és ezek a felfedezések arra késztetik, hogy átírja az eddigi téziseit, nézeteit, és így tovább. De ez azt jelenti, hogy nem voltak kvárkok meg bozonok eddig? De, voltak. Igaz? Mi nem tudtuk róluk. Nem a természet változik, a mi ismeretünk változik. Ugyanez a helyzet Istennel. Isten változik? Nem. A Szentírás változik? Nem. Isten kijelentett igéje változik? Nem. De mi, ahogy kutatjuk, ahogy keressük, állandóan új ismeretekre teszünk szert, és az új ismeretek arra késztetnek bennünket, hogy újabb és újabb teóriákat, teológiákat gyártsunk. Tehát így van ez. A Szentírás számunkra az, ami a természettudós számára a természet. Mit csinál a természettudós? Mikroszkópot gyár, be akar hatolni az anyag legkisebb egységéig, nagy teleszkópokat csinál, és az anyag legnagyobb dolgait is akarja látni. Minden módon vizsgálja magát a természetet. Mi ugyanezt tesszük a Szentírással. Minden módon vizsgáljuk, és újabb és újabb eszközök állnak a lehetőségünkre, hogy a számítógépek korában már mindenféle olyan trükköt is tudunk csinálni az írásokkal, amit korábban nem. És ezekkel az eszközökkel mi a célunk, hogy kutassuk az írásokat, és ezeknek a kutatásoknak az lesz az eredmény, hogy készül egy teória, egy teológia, hogy mit gondolunk Istenről, és ez a teológia folyamatosan változik. De ez nem azt jelenti, hogy Isten változik. Mikor az emberek jönnek és azt mondják, jaj, hát annyiféle felekezet van, csak a kereszténységen belül több mint 3000 féle felekezet van, irányzat van. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy a káosz, hanem tudjátok, mit jelent? Az, hogy ilyen gazdag az Istennek a beszéde. Ránézel egy fára, hú, de vastag törzse van, hú, de sokféle ágazik el, akkor tudod, hogy ez jó erős fa. Ez nem egy akármilyen mag. És azért, amikor jönnek emberek és azt mondják, hogy ó, ezt valaki kitalálta, hát igen, Mária valahogy teherbe esett, aztán kellett valamit kamuzni Józsefnek. Hát hány ember esett teherbe? Hány ember kamuzott? És egyikből se lett vallás. Valami még kell ehhez, nem? Ez önmagába véve nem volna elegendő ahhoz, hogy a világot felforgassa és a világot megváltoztassa, igaz? Tehát valami hiányzik még a képletből, mert nem tudjuk utána csinálni. Oké. Tehát kutatjuk a Szentírás és a kutatásunk eredményéből lesz a teológia. Isten, a kinyilatkoztatás nem változik. Mi az, ami változik? Az ismereteink is. Ez nem baj. Nem kell ettől megijedni, nem kell ettől félni. Jó, tehát ezek voltak az alapvetések, és aztán a jövő héttől szeretném folytatni onnan, hogy mi az, hogy kánon, miért pont ezek az iratok, miért nem mások, és így tovább, és így tovább. És a jövő héttől majd a 9-es teremben leszünk, és akkor mindenféle kérdéseket is fel lehet tenni.